Tehát a ligetvédők azok ott voltak a zuglói képviselőtestület ülésén, az MSZP megszavazott egy a Fidesz együtt egy olyan közleményt, ami úgy kezdődik, hogy egyetértünk a Liget Budapest projekttel, és aztán végül is a változtatás után ez ugye ugyanúgy bennmaradt, és tulajdonképpen a ligetvédők, meg a ligetért aggódók ezt egy, hát hogy mondjam, egy ilyen cserbenhagyásnak élik meg, és a véleményt szeretnék erről megkezdeni, mert ő nagyon szimpatikusan nyilatkozott korábban erről. Az a bizonyos első állásfoglalás, az egy súlyos politikai hiba volt szerintem is. Elhiszem és tudom is, hogy jó szándékból fakadt, mert menteni akarták a menthetőt, hogy akkor egy tárgyalással talán még valamivel több zöld felület kicsikarható, de nagy hiba volt olyan előterjesztést megszavazni, aminek a nem tudom, hogy a címe vagy az első mondata a projekt támogatásáról szól. Ahogy biztosan tudják, az MSZP országos és budapesti vezetésének se ez az álláspontja, hát hogy is lehetne ez. A másodjára elfogadott előterjesztésből én mindaddig úgy tudtam, hogy az a mondat kimaradt. Igen, csak hogy ez így van, hogy valójában kimaradt az a mondat, de mégis a Liget Budapest projektet azt mégis elfogadja és legitimálja ezzel. És tulajdonképpen, hogyha emlékszik rá, akkor nem arról volt, hogy Zugló kivonult a Városligetből, hanem Zuglót kitolták a Városligetből azáltal, hogy egy külön egységként kezdték el kezelni. Tehát ez nem Zugló vagy Karácsony Gergő vagy akárkik akárták, hanem, vagy legalábbis Budapest. Igen, hanem letolták róla, és most ez az MSZP, picit a Zuglói MSZP úgy viselkedik, mint hogy legalábbis Zugló nem akarná részt venni a kommunikációban vagy a párbeszédben, holott hát pont az ellenkezőjéről van szó, és ennek mentén bizony nagyon zavaros az álláspont, és ezért érzik úgy a ligetvédők, hogy a zuglói MSZP, és hát ezáltal gondoljuk, hogy akkor a budapesti vagy az országos MSZP is cserben hagyja a Városligetet, védőket. Nem, esünk ágába sincs cserben hagyni. Ama politikai hiba után, mert politikai hiba volt az az első nyilatkozat szerintem is, azután elég egyértelműen nyilatkozott az MSZP összes szervezette, ott az a kemény mondat elhangzott, hogy továbbra is ellenzi a Liget projektet, és még olyan nyilatkozat is született írásban, amit végül az MSZP zuglói elnöke is aláírt hasonló tartalommal. Nem változott az álláspontunk. A Liget az továbbra is budapesti, ezen belül a zuglóiaké is, és a múzeumi negyednek pedig azért költözni, hogy Orbán Viktor a várban fölülről nézhesse az ő országát, hát az halálos bűn, és végképpen indokolja ezt a projektet. Én ott is voltam múlt vasárnap a Városligetben, amikor ismét tiltakoztunk annak a bizonyos élőképnek a kirakásával. Az álláspontom és az ottani üléspontom az ugyanaz, nem a Liget projektre. Köszönöm szépen! Jó. Én is köszönöm.